A rászoruló gyermekekért alapítványt Tamási Város önkormányzatának képviselőtestülete hozta létre több mint 30 évvel ezelőtt, 1991-ben, hogy ezeknek a gyerekeknek a tanulmányait segítse. A helyi vállalkozások anyagi támogatása a működésük egyik nélkülözhetetlen forrása. A külföldi tulajdonú cég, akik már több alkalommal szántak pénzt a nemes feladatra, szintén kiemelt feladatának tartja a helyiek támogatását. Fontosnak tartjuk, hogy minden településen, ahol telephelyel üzemben rendelkezünk, ott a helyi egyesületeket, gyerekszervezeteket támogatjuk. Fontos számunkra, hogy támogassuk a hátrányos helyzetű embereket, elsősorban a gyerekeket, ezen kívül azokat a szervezeteket, akik a közösségekért dolgoznak, mint például a tűzoltóság, a mentőszolgálat és emellett az ifjúsági sporttevékenységet. Mindig kapunk visszajelzést a szervezetektől, hogy jó helyre került, és hogy mire is költötték a tőlünk kapott összeget. Labdákra, mezekre vagy egyéb másra, amire szükségük van. Természetesen ezekkel a visszacsatolásokat megkapjuk. A város önkormányzata októberi ünnepi testületi ülésén posztumusz pro urbe Tamási kitüntetéssel ismerte el a vállalkozás egykori ügyvezető igazgatójának, Johann Gierlingernek a városért tett munkásságát, amelyet a család meghatódva fogadott. Családunknak mindig fontos volt a Tamási üzem és annak fejlesztése. Az pedig külön öröm, hogy a város is szeretettel fogadta, az pedig nagy megtiszteltetés, hogy erre a díjra érdemesnek találták. Az utóbbi évek adományaival a közhasznú szervezet munkáját hivatott támogatni a külföldi tulajdonú vállalkozás is. Ezen felül az alapító éves támogatása, illetve az SZIA felajánlásokból, valamint magánszemélyek és vállalkozások adományai biztosítják a forrást, hogy a rászoruló iskoláskorú gyerekeket támogathassa az alapítvány. Legfőbb döntéshozó szerve az alapítványnak a kuratórium. A kuratórium elnöke dr. Révész Otto, további kuratóriumi tagok pedig Balassa Zoltán, dr. Juhász Latter Bernadett, illetve a helyi általános iskola és a középiskolák részéről egy-egy képviselő. Az alapítvány úgy tudja ezeket a rászoruló iskoláskorú gyermekeket támogatni, hogy különböző, tehát az alapítónak az éves támogatásából, az SZIA 1%-os felajánlásokból, továbbá magánszemélyek, helyi vállalkozások anyagi támogatásából. Itt és most szeretném megköszönni azt a kiemelt jelentőségű támogatást, amelyet egy tamási húsipari vállalkozás már az elmúlt 2 évben nyújtott az alapítvány részére. A gyerekeket elsősorban osztálypénztámogatással, erdei iskolás támogatással, tanszerekkel, ruházattal, élelmiszerekkel segíti az alapítvány, de a pandémiás időszakra gondolva felértékelődött igaz a digitális oktatás jelentősége, és egyedi kérelmek alapján 3 család részére biztosított laptopot 2021-ben az alapítvány. Ezen kívül egy izomsorvadásban szenvedő, de nagyon jó képességű diák számára már több alkalommal mozgásfejlesztő eszközt, ezen kívül szintén számítástechnikai eszközt és gyógyászati segédeszközt is vásárolt az alapítvány.